Sziasztok, itt vagyunk megint egy újabb autós elmesélnivalóval. Mire kell odafigyelni, ha felnyit, illetve kereket váltunk? Egy pár alapgondolatot szeretnénk veletek megosztani. Alapméreteket szerintem mindenki tudja, de ezért nagyon gyorsan átvesszük. Ha egy az egybe cseréljük a kereket, akkor ugye az alapadatokat, mondom, többnyire mindenki tudja, ez a guminak a szélessége, amit milliméterben adnak meg, a felnyi mérete, amit ugye mindenki tud, hogy nézni kell, itt van is egy-két ilyen mintaméret, tehát például ugye úgy néz ki, hogy a 205-ös, az azt jelenti, hogy 205 mm széles a gumink, a per 65 ugye azt jelenti, hogy ennek a 205-nek a 65%-a a gumi magassága, oldalfal magassága, az R15 pedig azt jelenti, hogy 15 coll átmérőn van a kerék, hát ugye ez is egy jó vicc valamilyen szinten, hogy ez milliméterhez coll, tehát egy kicsit ilyen katyvasz a történet. Ugye mindenki látja, hogy ez nem egy 15-ös felni, ez egy 17-es, azt hiszem, hogy ez egy 15-ös felni. De ugye a guminak a perességével, vagy az oldalfal magasságával ugye kiegyenlítődik a felni átmérő, és így jön ki, hogy a két kerék egyforma, és itt föl is írtam, bár nem erre a két kerékre vonatkozik, három váltó méretet, ugye ezek mind a háromnál ugyanakkor a külső átmérő, illetve a gumi kerülete, tehát nem fogja a kilométerórát befolyásolni, miközben ugye az egyik 15-ös, a másik 16-os, a harmadik 17-es, ugye a más a szélességük is. Ez a kerék, a 205/65 R15-ös, az 7-es felnire ideális, de 6,5-től 7,5-esig tulajdonképpen bármelyikre fölmegy. A felni szélessége az ugye látszik, hogy folyamatosan arányban áll a gumi szélességével, tehát szoros összefüggésben vannak, bár ugye bizonyos, ahogy így látszik is, bizonyos átfedések vannak, tehát egy azon méretű abroncsra, vagy illetve felnire több szélesség is rátehető, de nem végtelen határok között. Vigyázni kell még az osztókörnek nevezett fogalomra. Stimmeljen a lyukak, a felfogató csavarok lyukszáma és elhelyezkedése is. Ennél nem úgy mérjük az osztókört, hogy az egyik lyukat a másikhoz, hanem tulajdonképpen itt a kört kell elképzelni, ami végigfut, és az az átmérő az, aminek stimmelnie kell. Fontos lenne még az is, hogy a középső lyuk is stimmeljen. Egyébként, ha ez a lyuk nagyobb, ha így felnyit cserélünk, az nem olyan nagy probléma, mert lehet gyártani olyan közgyűrűt, ami szépen rámegy a kerékagyra, és utána beközpontozza. Jobb, ha be van központozva, és nem csak a csavarok tartják meg, ez egy kicsit olyan félmegoldás. Előfordul, hogy az autó nem is fog szépen futni, tehát egy kicsit így feldelesz, tehát mindenképpen központozzuk ki a kereket. Tehát beszéltünk átmérőről, szélességről, osztókörről, a csavarméretekről és erről a középső lyukról, amiről nagyon kevés szó esik, bár a tuningosok ezt nagyon ismerik, ezt a fogalmat, ez az ET száma a felninek. A felfe, mégis meg kell fordítanom a felnit, meg akartam úszni, mert nem sikerült. Azt árulja el, hogy a keréknek ez a fölfekvő része, ez milyen távolságra van a keréknek a középsíkjától. Hogy ez miért olyan fontos, azért rajzoltam le így egy kicsit ilyen muricka rajzal egy futóművet, ugyanis itt nagyon sok minden múlik azon, hogy a kerék hogyan áll a kerékagyhoz képest. Az egyik ilyen fontos tényező, ugye egyet tudni kell, hogy az erő az csak egyenes vonalba tud terjedni, minden ellenkező híreszteléssel szemben, ezért a keréknél mindig a futófelület középvonalát veszük figyelembe, hogy hol vannak az erők. Persze az erő vándorolat, mert ugye ahogy fordul a kerék, a szögbe fordul, stb., de alapvetően mondjuk egyenes menetben itt van az erő, és ezt ugye az autó konstrukciójánál is figyelembe veszik, ilyen például a keréknek a csapágyazása. Az pontosan ki van találva, hogy a kerék közép erőnek hol kell átmenni a csapágyazáshoz képest. Én itt két egyforma csapágyat rajzoltam, ilyenkor az ideális, ha középen megy át. Szintén például egy érdekes, nem is érdekes, hanem fontos tényező, hogy mivel itt hatnak az erők, a hossz irányban is itt fog igazából a gumi, például a féktárcsát is pont ebbe a vonalba szokták betenni, hiszen így fogja meg a kereket. Ha ez el lenne tolódva egymástól, akkor ugye ott nyomatékok keletkeznének, és ezért nagyon fontos az, hogy ez a pont, tehát ahol a gumi lényegében, hoppász, majdnem letöröltem, érintkezik a talajjal és megérkezik a talajról a nyomóerő, az ne nagyon vándoroljon itt ezen a
a csapágyak között, meg itt a futóműnél, ezért a gyárak nem is engednek meg 2%-nál nagyobb eltérést a nyomtávban. Tehát illetve akkor ők fölteszik a kezüket, hogy nekik ehhez semmi közük nincsen, mert akkor valaki túllépte azokat a határokat, amik itt lehetnek. Na most, tehát ezért viszont ugye a csapágy általában kijebb van, mint ugye a kerék középvonala, ezért a felnéket is ugye többnyire meggörbítik, itt is nagyon látszik, hogy a kerék középvonalához képest sokkal lejjebb van, ha így nézzük a felfekvő felület. Egyébként ez pontosan megvan, majd csinálunk róla a közeli képet is, mert rá szokták írni a felnére, ezen itt látható a mérete, hogy 7 J-szer 17-es a felnyi, tehát 7-es a szélessége és 17-es az átmérője. Itt az RT-szám, hogy 40,5 mm, vagyis a kerék középvonalához képest ez a felfekvő felület 40,5 mm-re van. Az RT egyébként egy érdekes a guminál, mert sokan gondolnak, hogy ez egy angol szó, olyan, mint az ET, vagyis az extraterrestrial földön kívül, mint a film is volt. Nem, ez egy gyönyörű német szó, azt jelenti, hogy Einpress-Tiefe, ami ugye azt jelenti, hogy mennyire van a kerék közepe besajtolva ez a középvonalhoz képest, Einpress-Tiefe, benyomási mélység, vagy besajtolási mélység ennek a hivatalos neve. Mind a két kerék rajta volt az autón, tehát viselte az autó ezeket. Ehhez képest az RT szám nem ugyanaz. Tehát ez 37 és feles, ez 40 és feles, tehát 3 mm-rel el van tolva. De hogyan is? Itt jön az, hogy ez az RT, ez hogyan befolyásolja azt, hogy a keréken hogyan fog állni a gumit. Föl is rajzoltam nagyjából három ábrát. Ha az RT 0, akkor az, amikor ugye pont a középvonalban megy el, tehát a felnék középvonalában egybeesik a felfekvési felület. Ha mínuszos, akkor az, amit itt egy kicsit errefele kiállna, a pluszos pedig, hogy a befele, tehát mind a kettő pluszos, ugye ez 37,5-vel, ez 40,5-vel, befele mélyült, tehát valahogy így néz ki. Ez azért nagyon érdekes ez az egész történet, mert pont ezzel, legalábbis az én számomra, bocsánat, mert ezzel az RT-vel egy kicsit lehet tuningolni, egy kicsit lehet változtatni az autónak a tulajdonságait. Ha itt ennél a konkrét példánál is maradunk, vagy maradunk, ugye ez azt jelenti, hogy itt 37,5 mm ez a távolság, annál a keréknél pedig 40,5, azaz 3 mm-rel nagyobb. Tehát az a felni egy kicsit jobban rácsúszik, ez azt jelenti, ezen jobban meg tudom mutatni, jobban rácsúszik a kerékre, ami azért érdekes, mert azt jelenti, hogy ezzel a 3 mm-rel csökkenti a nyomtávot. Mind a két oldalon. Tehát 6 mm-rel a nyomtávja kisebb lesz az autónak ezzel a szélesebb kerékkel, de ez nem jelenti azt, hogy az autó, hogy mondjam, nem úgy fog terpeszteni, szélesebben fog terpeszteni, mivel ez a kerék viszont szélesebb. Ez a gumi, ez ugye 215-ös, ez 185-ös, tehát 30 mm szélesebb különbség van benne, tehát ez azt jelenti, hogy ez a kerék még így is 12 mm-rel kijebb fog állni. Na most, itt kezdődnek a problémák, különben jelen esetben nincs, de ugye az a probléma tárgya, hogy a keréknek el kéne férni a kerékdobban, másrészt ugye arra is vigyázni kéne, hogy itt ne legyen nagy eltolódás, itt ugye van 3 mm, de ez ugye beljebb van, belül van a 2%-on, tehát mind a kettő egyébként gyári felni. Az a probléma adódhat, hogy hozzáérhet a gólyalábhoz, hozzáérhet a megtartó vastaghoz, hozzáérhet itt a karosszériához, és ugye figyelembe kell venni, hogy az autó nem csak egyenesen megy és nyugalomba van, hanem kanyarodik, tehát akkor is beleérhet a karosszériába valahol, például ha túl széles kereket teszünk fel, akkor ugye belül érhet hozzá a karosszériához. Aszimmetrikus terhelést így érzhetünk elő a csapágyakban, egyik csapágy túlterhelődhet, hamarabb tönkre megy a rendszer, ugye kiesik a fék is a középsíkból, de bizonyos mértékig azért lehet, meg hát ha valaki ezeket bevállalja, akkor megteheti, a 45-ös RT számot 35-ösre cseréli, akkor az azt jelenti, hogy a kerék kijebb jön. Végül is olyan, amit mások úgy szoktak csinálni, tehát a tuningosok úgy csinálják, hogy egy ilyen kis pogácsát, acél tárcsát szerelnek a mondjuk a normális felnyi alá, mert azzal ugyanezt a hatást érik el. De ugyanígy ez a pogács az ilyen kompenzálásra is jó, tehát ha valaki szélesebb felnit tesz föl, és ott valami nem stimmel, akkor azt is be lehet ezzel játszani.
ha túl plusz, például túl pluszos felmét sikerül szereznünk, tehát véletlenül, tehát minden stimmel, a szélesség is, az átmérő is, az osztókör is, a középső lyuk is olyan, amilyet szeretnénk, akkor viszont az RT szám sokkal nagyobb, mint amit kívánnánk, vagy nagyobb, akkor van egy ilyen lehetőség, hogy egy pogácsát alá teszünk ide, és akkor szépen visszakerül a kerék a helyére. Egyre vigyázni kell, hogyha ilyen trükköt folytatunk, akkor a csavarok hosszát figyelembe kell venni. Erre egyébként figyelni kell az acélfelni, alumíniumfelni váltásnál is, mert ugye az acélfelni nagyon vékony, az alumíniumnál általában itt ez a belső felület azért vastagabb. Tehát az alumíniumfelnihez hosszabb csavarokat szoktunk tenni, mert az acélfelnihez való csavart tesszük bele, az nem megy eléggé bele a kerék agyba, ami nem túl előnyös, mert ugye nyilván máshogy fogja terhelni a csavarokat. Ha elkezdünk játszani azzal, hogy a felnit kibetologatjuk, akkor még egy valami megváltozik. Van egy adata az autónak, amit úgy szoktak hívni, hogy kormány legördülési sugár, amit pont McPherson futóműnél relatív egyszerű fölrajzolni. Mert a kerék elfordulási tengely az gyakorlatilag a megferzó. És ez az a távolság, amit így hívnak, és ugye nyilvánvalóan ez a távolság is meg fog változni akkor, ha mi ezt a vonalat tologatjuk jobbra meg balra. Ez akkor jó elvileg, ha kicsi. Mert legalábbis kormányérzet szempontjából akkor jó, ha kicsi. Mert a két pont ugye egybe tolódik, nem jelenik meg itt egy olyan nyomaték, hogy e körül akar fordulni, ugye itt van egy kis kar, a kerék e körül fordul el, miközben az erők dandárja az itt hat. És például pont ezzel a felnit tologatással ezt is csökkenthetjük, de ha például ugye növeljük tehát kifele toljuk a felnőtt, akkor éppen növeljük. Tehát egyrészt nagyobb erő is kell majd a kormány elfordításhoz, és részint romlik is az érezhetőség. Nem fognak úgy átjönni a jelek az egész kormányrendszeren. Én nem tudom, jól néznek ki azok a széles kerekek, de tudni kell, hogy nincs következmények nélkül. Tehát az a dolog lényeg, hogy ezt vagy bevállalja valaki, vagy nem. És a másik nagyon fontos, hogy nagyon ellenőrizik az összes adatot, tehát átmérő, szélesség, az osztókört, itt ezt a középső lyuknak a méretét, és az RT számot is.